No, és akkor szeretném nektek bemutatni azt az úriembert, akinek ezt az egészet köszönhetjük, aki minket a Mónival meg tudott győzni, hogy egy olyan területen induljunk el, amit mi 10 évig hanyagoltuk. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló kutatóorvos, és ténylegesen ő az, aki pontosan érti, hogy mely hatóanyag mit csinál, és miért van együtt ez a teljesen elképesztő hatása. Úgyhogy kérlek, hogy fogadjátok nagy figyelemmel és nagy szeretettel dr. Lády Szabolcsot. Köszönöm szépen. Hallható a hangom hátul? Amíg Tamás betölti az előadásomat, magamról annyit, hogy én több mint 15 éve foglalkozom integratív medicinával, főleg külföldön, mert Magyarországon ennek nem volt, és most mi teremtjük meg a hagyományát. Jelenleg például a Debreceni Egyetemen oktatunk, majd februártól, ez már a második évfolyam lesz, negyed és ötödéves hallgatókat integratív medicinára. Az integratív medicina azokat a egyébként tudományosan megalapozott hatóanyagokat és módszereket öleli föl, amelyet a mainstream medicina nem használ bizonyos okok miatt. És ezen a kutatások és különböző külföldi egyetemi és egyéb kapcsolatok révén ismerkedtem meg több mint 15 éve Paul Clayton professzorral, akivel az egyik hatóanyagot, ami ebben a gélben van, kifejlesztettük abban a formában, hogy a gélbe bele lehessen rakni. Ebben a gélben két olyan hatóanyag is van, amely sehol máshol, más kozmetikumban nem fordul elő, és korábban ebben a kombinációban lézerrel együtt nem alkalmazták. Tehát ez a kombináció, a lézer és a gél, ez nem egy meglévő dolognak egy kicsit jobb változata, gyakorlatilag egy prototípusa egy olyan bőr regenerálási programnak, ami eddig nem létezett és még nem is létezik a világon. Tehát bárhol rákereshettek a neten, a hatóanyagokról lehet információt találni, de ennek a kettőnek a kombinációjáról nem. Még nem volt olyan cég, aki ezt az egészet kipróbálta, és ahogy Tamás mondta, és mutatta, ezek olyan eredmények, amit ha egy krém mondjuk egy év alatt tud, hogy 50%-os ránc szám és mélység csökkentés, ami egyébként nagyon sok, tehát ilyet nem tud egy krém sem, ha egy év alatt tudna, akkor az a bestseller lenne a kozmetikumok területén. Ez a két dolog, a gél és a lézer, ezt 4 hét alatt tudja. És ahogy Tamás mondta, tényleg nagyon látványos, tehát az ember addig nem hiszi el, amíg nem látja. Az volt Tamás kérése, hogy mutassam be azokat a tudományos ismereteket és azokat a szakmai információkat, ami emögött a gél plusz lézer kombináció mögött van. Ez nem azért, hogy bárki ezeket megjegyezze, hanem azért, hogy egy benyomást kapjatok arról, hogy hogyan működik ez az egész, és mi teszi azt lehetővé, hogy 4 hét alatt a ráncok fele eltűnik, illetve a ráncok mélysége felére csökken. Először az élettanáról szeretnék beszélni az öregedésnek, mert amíg az arcbőr öregedésének az élettanát nem értjük meg, addig nem is fogunk tudni hatékonyan beavatkozni. Előjáróban annyit mondanék, hogy az emberben minden szövet, nem csak a bőr, nem csak az arcbőr, nem csak a csont például, minden szövet folyamatosan lebomlik és újra termelődik. Miért van ennek jelentősége? Ha például a bőr az nem bomlana le folyamatosan, nem lennének olyan sejtek, ami folyamatosan eszi a bőrnek a vázát, pusztítja a bőrsejteket és takarítja, akkor a bőr nem tudna megújulni. Ugyanígy a csontnál. Ha nem lennének csontfalú sejtek, ami lebontja a csontot, akkor a mikrotörések a csontban azok odáig vezetnének, hogy gyakorlatilag olyan csontrendszerünk lenne, ami legkisebb behatása is összetörik. Hogy ez ne következzen be, mind a csont, mind a bőr esetében a kötőszövet megújul. Ez azt jelenti, hogy a sérült rostok, kollagén, elasztin rostok eltávolításra kerülnek, és újak szintetizálódnak a helyükre. Ennek van egy normális üteme. És amikor az eltakarítás, a lebontás az egyenlő sebességgel zajlik az újraképződéssel, akkor a bőr fiatal marad, vagy fiatalos marad. De amikor a sérülés és a sérüléssel kapcsolatos károsodás az nem tud kijavításra kerülni, tehát nem tud ugyanannyi
új rost képződni, mint amennyi megsérült például az ultra ibolya sugárzás következtében, akkor a bőr öregszik. És azt gondoljuk, legalábbis eddig azt gondoltuk, hogy fiatalkorban a szervezet a két folyamatot egyensúlyba tudja hozni. De kiderült, hogy ez nem csak fiatalkorban lehetséges, hanem ilyen 40-60 közötti modelleknél is lehet ténylegesen fiatalítani a bőrt, és elérni azt, hogy regenerálódjon. A bőr az döntően egy úgynevezett extracelluláris mátrix és sejteknek a keveréke. Az arcbőr öregedéséhez egy strukturális és funkcionális integritás csökkenés jár hozzá elsődlegesen, de az izomtónus és az izomtömeg csökkenés is, ha mimikai izmok elvékonyodnak, elgyengülnek, az is eredményezi azt, hogy a bőr öregebbnek tűnik. Idősebb korban a járomcsont és a maxilla, ez magyarul állkapos csontnak az öregedése is hozzájárul. És a bőr felső rétegén kívül, ez többször elő fog fordulni, az extracelluláris mátrix, annak az elvesztése. Ez egy mikroszkópos felvétel a bőrnek az úgynevezett extracelluláris mátrixáról. Extra az kívüli, celluláris sejt, sejten kívüli állomány. Tehát a bőrnek a sejten kívüli állománya adja a bőrnek a rugalmasságát, és annak a károsodása okozza a kozmetikai problémákat. Ez már egy olyan állapot, amikor nagy része károsodott az extracelluláris mátrix. A bőr öregedésének a mechanizmusáról. A bőrnek a vastagsága, hogy mennyire tűnik vastagnak és nem elvékonyodottnak, a feszessége, a rugalmassága és maga a folyadéktartalma is, hogy mennyi folyadékot tud tárolni a bőr, ami a bőr rugalmasságával van összefüggésben, ez az úgynevezett extracelluláris mátrixtól függ, amit az előbb mutatta. Mik alkotják ezt az extracelluláris mátrixot? Úgynevezett aminosav polimerek, mint a kollagén, elasztin, fibronektin, laminin. A gél egyébként tartalmaz konvencionális hatóanyagokat is, tehát hidrolizált kollagént is tartalmaz. Ez azért kell, hogy a rostok építéséhez ott legyen minden. Tehát amikor építünk egy házat, akkor nem elég csak oda oldani a cserepeket, meg a gerendákat, téglákat is kell vinni. De oda juttatjuk az összes olyan anyagot, amiből a bőr rostokat építő sejtek képesek rostot építeni. Aminocukorpolimerek, mint a hialuronsav, a gélben van hialuronsav is, vannak úgynevezett kopolimerek, és ha az extracelluláris mátrixnak a lebomlása az gyorsabb vagy fokozottabb, mint a kiavítása, akkor ez tönkre megy, és a bőr öregszik. Az extracelluláris mátrixnak a tömegének és a struktúrájának a változása okozza a bőr öregedését. Viszont ha a kiavítás kerül túlsúlyba, mint ez alatt a 4 hét alatt, akkor az öregedés teljes mértékben visszafordítható. Ezek az eredmények, amelyeket elértünk, ezek nem a bőr hidratáltságából adódtak, nem azért tűntek el a ráncok, és nem azért lettek sekélyebbek, mert valamilyen módon trükkösen még több folyadékot juttattunk be a bőrbe, ami, hogyha nem kenik a modellek, akkor 2-3 nap alatt elveszíti a bőr. Ez nem így van. Ez strukturálisan alakult át a bőr. Ahogyan mondtam, a lebomlásnak és az újraépítésnek az egyensúlya határozza meg, hogy a bőr az öregszik vagy sem. Mi az, ami a bőr állományának és az extracelluláris mátrixnak a lebomlását okozza? Az úgynevezett szabad gyökök. Főleg az UV-sugárzás és a dohányzás. Ezek az úgynevezett mátrix mineralok proteáz, ezek enzimek. Ezek az enzimek azok, amelyek folyamatosan bontják a bőr állományát, azért, hogy új tudjon képződni. Ha rossz a táplálkozásunk, kevés a bevitt színanyag például, vagy vitamin, vagy nyomelem, vagy szó lesz róla, hogy mik ezek, akkor ezeknek az enzimeknek az aktivitása megnő, magyarul ezek olyan elszabadult enzimek lesznek, amelyek folyamatosan bontják a bőrnek a rostos állományát, anélkül, hogy képesek lennének ezek a nem bevitt anyagok megfékezni. És a proteineknek a lebomlása, ez szintén az UV, a dohányzás és a cukorbetegség okozza.
Tehát vagy a lebomlás okozódik, ha öregszik a bőr, vagy a bőr regeneráció lassul. Mi lassítja a bőr regenerációját? Mikor nem tud a szervezet új rostokat képezni? Ha az étrendben bizonyos aminósavak nincsenek jelen, ha a C-vitaminről majd később szó lesz, nincs jelen megfelelő mennyiségben, és van még néhány dolog, mint a B6 vitamin, a cink, a réz és a mangán, amelyek a bőr egészségéhez elengedhetetlenek. És az immunfunkciókról később beszélek. Az immunfunkciók azok, amelyek lehetővé tették ezt a nagyon gyors regenerációt. Az öregedő bőr esetében a feszesség csökken, ha csökken a feszesség és szakadékonnyá válik a bőr, akkor a sérüléseknek növekszik a veszélye. Ilyenkor a bőrnek az úgynevezett immunkompetenciája is csökkent, és fokozott a fertőzések, gyulladások és daganatoknak a kockázata. Hogyan lehet a bőr öregedését nem csak lassítani, nem csak megállítani, hanem visszafordítani? Egyrészt a lebomlásnak a sebességét kell lassítanunk. A lebomlás ez egy szükséges és kívánatos folyamat, de nem mindegy, hogy milyen sebességgel zajlik. Egyrészt a bőrvédelmét fokozhatjuk szabad gyökök alkalmazásával, ezek lehetnek természetes fényvédőanyagok, vagy karotinoidok, amik a táplálkozással jutottak be, és ezeknek az enzimeknek, az extracelláris mátrixot bontó enzimeknek a legerősebb gátlói, ezek az úgynevezett OPC molekulák, akit érdekel, ideírtam, hogy ez minek a rövidítése, ezek a molekulák, ezek a sötét színű bogyós gyümölcsökben vannak. Tehát ha berkenye, áfonya, ribizli, fekete ribizli, ezek azok a gyümölcsök, amelyekben a legtöbb OPC molekula van, amely a bőr öregedését az egyik leghatékonyabb módon képes gátolni, de úgy, hogy a lebomlást lassítja. A glikáció pedig cukorbetegeknél fokozott, ami azt jelenti, hogy cukormolekulák rákapcsolódnak különböző fehérje molekulákra és károsítják azokat. Ezt a flavonoidok, a monoflavonoidok tudják legjobban, leghatékonyabban gátolni. Hogyan tudjuk regenerálni a bőrt? Egyrészt direkt fokozhatjuk például kolloidális aranyjal a fibroblastoknak. A fibroblastok azok fibroblastok jelent blast, a blast sejtek a élettanban mindig építősejtet jelentenek. Az oszteoblastok csontot építenek. A fibroblastok rostot építenek. Amit mi alkalmazunk most, indirekt módon, egy immunstimuláció révén, ezt mindjárt bemutatom, hogy hogyan alkalmazzuk az immunrendszert a bőr regenerációjához, és úgy, hogy még mellette bejutatjuk azokat a úgynevezett kofaktorokat, mint a hidrolizált kollagén és a hialuronsav, ami a rost képzéséhez kell. A bőrnek több rétege van, az előbb ábra ábrázolta volna. Itt most csak a legfelső réteget láthatjuk. A keratinociták, ezek a bőrsejtek, ezek egy idő után elszarusodnak, és a bőrnek a legfelső rétege, ami folyamatosan hámlik. És ezeknek a sejteknek az újraképződésének a sebessége is függ attól, hogy milyen anyagok jutnak be a bőrbe. A bőr megújulásának a sebessége. Ki hallott már az 1,3,1,6 béta glükánokról? Igen, tényleg hallottál. Igen. Ezek az ismert leghatékonyabb immunstimulások. Hogy miért kell a bőrben immunstimulációt végezni, ez mindjárt kiderül. És az úgynevezett falusejtek, a makrofágok, ez a CR3-as receptorral rendelkeznek, ami a béta glükánt megköti. Magyarul a bőrben lévő falusejteken van egy olyan receptor, amelyhez bétaglükánok tudnak kötődni. Egyébként a bétaglükánok azok nagy molekulák, glükóz polimerek, nagy oldhatatlan molekulák, mindjárt megmutatom, hogy néznek ki. A bétaglükánok normális esetben nem tudnak átjutni a bőrön. Arra, hogy eljutnak a bazális epidermiszbe, tehát a bőr alsó rétegébe, arról meg ne is beszéljünk. Mikor jutnak be bétaglükánok a bőrbe egyébként? Itt van a kulcsa annak,
hogy hogy használjuk az immunrendszert a bőr regenerálására. A bétaglükánok azok egysejtű gombákban, többsejtű gombákban, nagyon növényekben is előfordulnak. Hogyan jut be a bőr alsó rétegébe bétaglükán? Egyébként, hogyan juthat be ilyen egysejtű gomba például? Hát az nagyon rossz, hogyha a táplálkozással a bőrig eljut az egysejtű gomba, nem? De ha egyszerűen megsérül a bőr. Ha megsérül a bőr a környezetünkben, erről az asztalról vennék egy mintát, itt is lennének egysejtű gombák mindenhol. Ezek főleg olyan sérüléseknél, amelyet környezetbe szerez az ember, ezek mindig előfordulnak. És ezek stimulálnak bizonyos sejteket, amit mindjárt megmutatok, amelyek a bőrnek a regenerációját okozzák. Tehát bétaglükán csak akkor kerül a bőrbe, ha a bőr sérül. És ha a bőr sérül, a szervezetnek az a dolga, hogy minél hamarabb képezzen rostokat és állítsa helyre a sérülést. Azáltal, hogy mi be tudunk juttatni, ez egy speciális technológia, amit kidolgoztunk. Pontosabban a Clayton professzor a Biotera céggel közösen dolgoztak, ez egy amerikai cég, ezt a technológiát. Be tudunk juttatni úgy bétaglükánt a bőrbe, hogy nem kell hozzá megvágni a bőrt ezer helyen. Magyarul a bőrben lévő sejtek folyamatosan azt az információt kapják, hogy megsérült a bőr, kérjük helyreállítani. Mindenhol, tehát mindenhol, ahol bekenjük és bejut, azt az információt kapja a bőr, hogy sérülés van és helyreállításnak kell következni. Baktériumokban vannak bétaglükánok. Hát baktériumok egyébként bejuthatnak a sérülésen keresztül a bőrbe természetesen. Gombákban, egysejtű gombákban, de még gabonákban is találunk bétaglükánokat. Mi az élesztő sejtből kivont bétaglükánt használjuk. Ezek milyen molekulák? Ezt valaki felismeri. Ez egy hosszú lánc. És az egyes molekulák szőlőcukor. Ezek szőlőcukor molekulák. Egyes és a hármas szénatomokon keresztül kapcsolódnak össze, és a hatos szénatomon van egy leágazási pont, ahol oldalláncai lehetnek, mint ahogy itt látszik, hogy van egy gerinc, és vannak oldalláncok. Ezért nevezik 1,3,1,6 bétaglükánnak. Ha valaki kérdezi, ez a szénmolekuláknak a összekapcsolódási sorrendjét jelenti. Ezt élesztősejtből lehet kivonni, és utána nagy tisztaságban előállítani, és egyébként vízoldhatóvá is lehet tenni. De amit mi használunk, az egy modifikált bétaglükán, ami ezek a hosszú láncok rövidebb láncokra vannak vágva, hidrolizált, és hozzá van kötve hialuronsavhoz, hogy még könnyebben bemenjen a bőr kötőszöveti állományába. Fokozottan jut be az epidermisbe, és egészen a bőr aljáig eljut. Ezt úgy bizonyítottuk, hogy szövettanilag megfestettük a bétaglükánt, hát most a vetítő lehet, hogy egy kicsit torzít, ez a kontroll, itt nincsen festés, de ahol ezek a lilás elszíneződések láthatók, az mind bétaglükán, amely a bőrnek az alsó részébe bejutott. Hát, mikroszkópilag is festett metszeteken látható, hogy a bétaglükán eljutott a bőr legalsó rétegébe is. Most röviden megmutatom, hogy hogyan működik az immunrendszer a bőrben, és hogyan tudjuk stimulálni a bőr regenerációját az immunrendszeren keresztül. Ezek a kis piros bogyók, ezek baktériumokat szimbolizálnának. Ez a bőrnek a normál mikroflórája, mindenkinek a bőr tartalmaz baktériumokat. Ha a bőr az sérül, bejutnak a mikróbák, és ezek a sejtek, ezek a makrofágok, makrofág magyarul falusejtek. A falusejtek bekebelezik a kórokozókat, itt erre látható, hogy elektromikroszkópos kép. Ez a falusejt, kicsit szétesett a kép, ez pedig két baktérium, amelyet bekebelezett. Ezek a csillag alakú sejtek, ezek az úgynevezett Langerhans sejtek. A Langerhans sejtek, ezek módosult immunsejtek a bőrben, amelyeknek az a dolga, a makrofágok azok megeszik, elpusztítják. A Langerhans sejtek felveszik a baktériumokat,
és elvándorolnak a nyirokcsomókba, hogy bemutassák az immunrendszernek, hogy milyen baktériumok ellen kell küzdeni. Tehát van egy lokális védelem, itt a bőr felső rétegében, de vannak olyan sejtek, aminek az a dolga, hogy összegyűjti a baktériumokat, ami a sérüléssel bejutott, elmászik a nyirokcsomóba, és az ott lévő szuperfejlett immunsejteknek megmutatják, hogy most mi ellen kéne küzdeni. Azok előállítják az ellenanyagot ezen baktériumok ellen, és a véren keresztül ezek az ellenanyagok eljutnak a baktériumokhoz, amelyeket ott lokálisan elpusztítanak. Tehát a úgynevezett B-limfociták, ezek a specializált immunsejtek. A nyirokcsomókban ezeket a specifikus antitesteket, ezek fehérjék képezik, amelyek aztán bekerülnek az egész keringésbe, de ott fejtik ki a hatásokat, ahol a baktériumok vannak. Mi a makrofágokat és a Langerhans sejteket használjuk a beta-glukánon keresztül a bőrregenerációjának az eléréséhez. Csak egy átfogó kép arról, hogy mennyi mindent csinál ez a két fajta sejt a bőrben, nem kell megjegyezni. Antigén prezentáció magyarul bemutatják az antigéneket az immunrendszernek. Fagocitózis az bekebelezést jelent. Aktiválják az immunrendszert, daganatsejteket pusztítanak el, amelyek a bőrben is képződnek, sebgyógyulásban vesznek részt. És amit mi használunk, a keratinocitáknak és a fibroblastoknak a működését serkentik. Tehát nem csak az immunrendszer B-limfocitáinak visznek információt, hanem a bőrben a fibroblastok azok a sejtek, amelyek egész álló nap rostot gyártanak. Ha ezek nincsenek stimulálva, akkor csak annyit gyártanak, amennyi az alapstimulációknak megfelel, tehát nincsenek nagyon igénybe véve. De ha a fibroblastok kapnak ingereket a Langerhans sejtek felől, vagy a makrofágok felől, akkor őrült módon kezdik gyártani a kollagént, és növelni az extracelluláris mátrixnak a mennyiségét. Különböző immunológiailag aktív anyagokat szekretálnak. Ezeket most nem kell, ezeket nem megyünk végig, csak azt mutatják, hogy milyen széleskörű funkciója van. Ki gondolná, hogy a bőrben ilyen komoly immunrendszer létezik. Ennek a beta-glukánnak kettős hatásmechanizmusa van. Egyrészt a beta-glukán stimulálja a falus sejteket és a Langerhans sejteket. Ezek vezérlik az úgynevezett fibroblastokat, a rostképző sejteket, amelyek aztán a bőr védelmét és helyreállítását okozzák. És maga a beta-glukán, ami bekerült a bőrbe, egy erős antioxidáns, öregedésgátló anyag, és még fényvédő hatása is van. Amit nem is gondoltunk, és ami egyébként a méréseknél derült ki, ez nem volt várható a beta-glukán hatásmechanizmusából, hogy megemeli az endogén antioxidáns szinteket a bőrben. Tehát nem csak a bőr újraképződését okozó fibroblaszt sejteket stimulálja, hanem a szervezetben egyébként a vérben keringő antioxidánsokat oda vezérli a bőrbe, hogy amellett, hogy a bőr képződése az folyamatban van, gátolja a bőr lebomlását, minél hamarabb állítsa helyre a bőrt. A bőr rétegeiben, hogyha megnézzük, hogy milyen antioxidánsok, milyen koncentrációban vannak, bárkinek a bőrét most megnéznénk és ezeket lemérnénk, akkor azt látjuk, hogy a zsírban oldódó antioxidánsok közül a tokoferolok. A tokoferolok csoportjába tartozik, amelyik vitamin? Az E-vitamin, így van. És a karotinoidok, ezek a bőr alsó rétegében kis mennyiségben vannak, és ahogy haladunk fölfelé, ezek egyre nagyobb mennyiségben vannak. Miért? Mert az UV károsodás és az UV sugárzás a bőr felső rétegeit éri legjobban. Vannak a vízoldékony antioxidánsok, mint a C-vitamin, glutatión, húcsa, flavonoidok. Ezek pedig, ha megnézzük a bőr rétegeit, akkor ahogy haladunk lejjebb, egyre nagyobb koncentrációban vannak. Miután beta-glukán használtunk és bejutottuk a bőrbe ezzel a módszerrel, és megmértük a lipofil és hidrofil antioxidánsok szintjét, azt találtuk, hogy ezek is megnőttek. Tehát egy olyan
hatást is tapasztaltunk, ami egyébként korábban nem volt kimutatható, illetve nem is vártunk a bétaglükán hatásmechanizmusából, de a szervezet a saját maga védelmi molekuláit is oda vezényli a bőrben nagyobb koncentrációban. Mi a hatása ennek a bétaglükán kezelésnek? Az epidermis, ami a rostos állományát tartalmazza főleg a bőrnek, növekedésnek indul és gyógyul, csökken ennek a mátrixnak a lebomlása, gyorsan javul a mennyisége és a szerkezete az extracelluláris mátrixnak, ennél fogva a bőr megvastagszik és az állaga is javul. Ez okozza azt, hogy a ráncmélység az gyorsan csökken. Ezek a felvételek még a modellek előtt, amikor csak bétaglükánt alkalmaztunk, akkor térbeli felvételeket készített az intézet bétaglükán kezelés előtt és után, és akkor itt látszik a ráncmélységnek a csökkenése. Ezt most sokkal látványosabban tudtuk bizonyítani a modelleinken keresztül. Hát igen, nem jó a felbontás, de itt is látszik, hogy egy nagyon mély barázdált ránc, ez 6-7-es kezelés volt egyébként, és ez csak bétaglükánnal történt. Mind a ráncnak a szélessége, mind a mélysége csökkent. Egy pár szót a C-vitaminról. Ki tudja azt, hogy a bőrnél milyen funkció van a C-vitaminnak? A C-vitamin, a legsúlyosabb C-vitamin hiány betegséget azt hogy hívják? Skorbut. És a skorbutnak mik a tünetei? Ez például nyálkahártyavérzések, hínvérzések. Ez azért van, mert a kicsi ereknek is, és a kötőszövetek a fala és a szerkezete olyan mértékben elgyengül, hogy a vér az kiselken a nyálkahártyákon. Ugyanis a C-vitamin egyik funkciója, és szándékosan írtam utoljára ezt, mert megmondom, hogy miért. Egyik funkciója a kollagén szintézis. Ha nincs elég C-vitamin a bőrben, hiába van ott a kollagén építéséhez szükséges minden aminocukor, aminosav és egyéb molekula, nem tud épülni a kollagén. És a fibroblasztok használják a C-vitamint a kollagén építéséhez. Mivel a gél felhasználói között, akik majd ezt a gélt használni fogják, nagyobb lesz azoknak az aránya, akiknek a szervezetében elégtelen a C-vitamin mennyisége, mint azoké, akiknek elég. Ezért úgy tartottuk legjobbnak, hogyha eleve bejutatjuk a bőrbe a C-vitamint. Ugyanis ha a C-vitamin, ez az egész történet elbukhat azon, hogyha nincs elég C-vitamin a bőrben. Mert az egy olyan fogaskerék, ami ha nincs a helyén, akkor nincs kollagén szintézis. Ezek a C-vitamin egyéb funkciói. A vírusokat ketté vágja. Ha kering a vérünkben a C-vitamin és a vírusokkal találkozik, akkor megsemmisíti. A C-vitamin a legfontosabb szabad gyökfogó, tehát minden olyan vízoldékony molekula, amely elektront veszít, a C-vitamin tudja regenerálni. Az immunfunkcióknak a felsorolása az 5 ilyen dia lenne, hogy milyen sejtnek, milyen funkcióját segíti. A karnitin szintézis a zsírsavaknak a mitokondriumokban való elégetéséhez kell, a karnitin és a karnitin szintéziséhez is kell. Az agyi ingerület átvivő anyagoknak az előállításához is kell C-vitamin. A kálcium csontbeépülését segíti, bazális membrán szintézis. Miért beszélek én ezekről, amikor a mostani előadás témája a bőr? Azért, mert Mitsuishi professzor óta tudjuk, hogy az minden emberben van egy úgynevezett vitaminvízesés. A vitaminvízesés, ezt úgy képzeljétek el, hogy ha bejut egy bizonyos mennyiségű vitamin a szervezetbe, például a C-vitamin, akkor mindig ott használódik el, amire a legnagyobb szükség van. Tehát elpusztítja a vírusokat, elkapja a szabad gyököket, immunfunkciókat, de a karnitin szintézisre vagy neurotranszmitterekre már alig marad. És ahogy haladunk lefelé a vízesésben, ha elfogy a C-vitamin a felső szinteken, alulra nem marad, vagy csak pár csepp marad.
És az emberi szervezet nagyon okos. Mindig ott használja föl ezeket az anyagokat, ahol a legnagyobb szükség van rá. És nyilván a bőr az minden sornak a végén van. Tehát az, hogy a bőr az mennyire rugalmas, vagy mennyire nem, miközben egyébként jönnek a baktériumok és a vírusok, ezért a C-vitamin nem oda vezényli a bőrbe. Tehát még akinek van is C-vitamin a szervezetében, meg oda is figyel, annál is nagyon könnyen lehet, nagyon könnyen, hogy a bőrében már nincsen, vagy nem jut elegendő mennyiség. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a gél tartalmazzon C-vitamin, tehát ne az illető étrendjétől, vagy táplálkozási szokásaitól, életmódjától függjön, hogy működik a gél, vagy nem. Ezt ki ismeri föl, ez milyen sejtszervet mutat ez az ábra. Segítek egy kicsit. Itt vannak azok a tápanyagok, amelyek a glikolízis, tehát a cukorbontás során, a zsírsavak bontása során bejutnak, és utána ezek elégnek, és hidrogén, azaz energia képződik belőle. Melyik sejtszerv ez? Mitokondrium. Így van. A mitokondriumok sejteknek az atomreaktorai. Az, hogy egy sejt mennyire aktív, mennyire hatékony, milyen mértékben tudja a funkcióit ellátni, attól függ, hogy a mitokondriumai hogyan működnek. Energia nélkül nincs szintézis. Anélkül, hogy energiát kapna, energiát állítana elő a fibroblaszt, a rostképző sejt, anélkül nincsen rost szintézis. Most ahhoz ez a kulcs, ez a kis kék pötty itt, ugyanis bejutnak a tápanyagok. A tápanyagok elégnek a mitokondriumban, és úgynevezett ATP, adenozin trifoszfát képződik, magyarul energia termelődik. Az égéshez mi kell? Oxigén. És általában a bőrben milyen az oxigén tartalom? Sajnos alacsony. Végeztünk méréseket egy német műszerrel, ami szöveti oxigén szinteket mér. És a mai magyar lakosságnak a 90%-a szöveti szinten oxigén hiányos. Ez egy külön előadás lenne, hogy ennek mi az oka, táplálkozás, életmód, éjszakázás, különböző környezeti mérgek, mozgás hiány, sorolhatnám, gyógyszerek, ezek mind-mind környezeti levegő, mind-mind oxigén hiányhoz vezetnek. Hát a szöveti oxigén szinteket megmérve az optimális alatti oxigén szintek vannak. Ez a bőrre is érvényes. Ha viszont ott nincs oxigén, akkor a rossz termelő sejteknek nem lesz energiája. Ugyanis oxigén hiányában nem tud energiát termelni, a mitokondrium nem működik, leáll. Tehát az atomreaktor az leáll, és nem lesz energia. Van egy olyan oxigén forma, az úgynevezett stabilizált oxigén, amely be tud úgy jutni a bőrbe, hogy ott akár tárolódni is tud, és úgy szabadul föl a 4 atomos oxigén molekulából 2 atomos oxigén molekula, ott és amikor szükség van rá. Ez olyan, mint egy puffer, egy tároló rendszer. Ha a gélt felkenjük a bőrre, a bőrben mérhető módon megnövekszik az oxigén szint. Ezt nem tudnánk elérni sehogy. Hát vannak olyan kozmetikai módszerek, hogy oxigént fújatnak a bőrre, stb. De az oxigén gáz, az csak a bőr legfelső rétegébe jut, és az anyagcserébe, az igazi anyagcserébe, a bőr mélyebb rétegébe nem tud bekerülni. A stabilizált oxigén, ezt ha most 10 évvel ezelőtt tartottuk volna ezt az előadást, akkor ez a dia kimaradt volna, nem létezett akkor ilyen formájú stabilizált oxigén. Ez egy nagyon új fejlesztés. Ezt úgy készítik, hogy egy olyan elektrolitikus folyamatot visznek véghez, ahol az anódnak, a katódnak az anyaga is speciális, és az oldat is. Ebben képződik az O4, a 4 atomos oxigén molekula, amelynek a szerkezetét tetraideresként írták le, és ez a 350 ppm koncentráció, ez rendkívül tömény. Tehát képzeljétek el, hogy 1 millió molekulából az oldatban 350 000 oxigén. Tehát gyakorlatilag több mint egy harmada. És úgy, hogy ez folyékony formában van, tehát nem megy ki a légkörbe, hanem ott van a
folyadékban. Ez a teljesen koncentrált, tömény, stabilizált oxigén oldat van benne a gélben, és ez biztosítja a bőrben a megfelelő oxigén szinteket. Ez az O4 molekula lejut a bőr legmélyebb rétegeibe, és akkor is ott hasad el, és válik kétatomos oxigén molekulává, ahol oxigén hiány van, mert a koncentráció különbségek aktiválják ezt a hasadást. Egyébként ezzel a műszerrel lehet mérni a szöveti oxigén szinteket, tehát ezek nem elméleti eszmefuttatások, hanem mérési eredmények. Ez a kép mit ábrázol? Kinek van ötlete? Tamás, te már tudod, te nem lehetne szóval. Mi ez a szer? Sejtszer? Mitokondrium. Így van. Hogyan lehet a mitokondriumot, a sejtnek a atomreaktorát még jobban feltörgetni, ha van elég oxigén, és tud energiát gyártani a mitokondrium, mert van elég oxigén, mert ez limitálna egyébként, de ha ott van az oxigén, akkor van még egy külső energiaforrás, ami teljesen bepörgeti a mitokondriumokat, és ez a lézer. Pontosan? És a vörös is, de egyébként az infravörös frekvencia tartomány is egy csúcsot mutat a mitokondriumoknak a aktiválásának a terén. Tehát van két frekvencia tartomány, ami a legjobban aktiválja a mitokondriumokat, az egyik a vörös, a másik az infravörös. Tehát ha a lézer eltalálja a mitokondriumot, akkor a rendelkezésre álló anyagokból és oxigénből még több energiát tud csinálni. Következésképpen ezek a mitokondriumok a rostépítő sejtekben sokkal aktívabbak lesznek, mint mondjuk egy fiatal emberben. Tehát a lézer plusz az oxigén plusz ezek az anyagok olyan sejtaktivitást eredményeznek, mint hogyha valaki visszafiatalodna 20 éves korra, és úgy indítaná be a vörös sejtjeit. A szép lézergélt azt mindenki kézbe is foghatja szerintem az előadás végén. Ezeket Tamás már mutatta, én is beraktam az előadásomba, úgyhogy ezeket átugranék, de tényleg nagyon látványosak, ez a csak gél is működik, de a gél és a lézer együtt elképesztően hatékony. Az öregségi foltok eltüntetésében, a rozáció eltüntetésében, aztán a ráncok kisimításában és az aknénak a kezelésében is. Ezek is ráncok. És ezt is már Tamás mutatta, ezeket az eredményeket. Ez tényleg így van, ahogy Tamás mondta, a bőrgyógyászati magánklinikára, amikor ezek az emberek bementek, én direkt semmi más nem mondtam, letárgyaltam mindent, de semmi más nem mondtam, csak van egy módszer, amit majd használnak ezek az emberek, és az a kérésem, hogy mérjék meg minden héten az egyik és a másik arcfelüket is. Ennyi információja volt a klinikának, és nyilván ők használják ezt a gépet, tehát nyilván, mert ők mérték, és mivel ilyen eredményeket nem szoktak látni egy hónap után sem, nem hogy egy hét után, ezért elkezdtek érdeklődni, hogy mi a franc történik itt. Mit csinálunk ezekkel az emberekkel, hogy gyakorlatilag hétről hétre mérhető módon fiatalodik a bőrük. Itt például az infra esetében a legrosszabb eredmény javulás az 42%, az összes többi 50% fölötti. Tényleg nem lehet. Ezt a fajta hatékonyságot mással eddig nem sikerült elérni. A 150-es is működik, de az 500-os az aknéban és a melanínban sokkal jobb. És itt van néhány mondat, amit a modellek mondtak. Simábbnak, puhábbnak érzem az arcom, nem alszom többet, de pihentebbnek tűnik a bőröm. Ő egy 500-os felhasználó volt. Reggelente üdébb arc tekint vissza rám a tükörből. Bőröm rugalmassága és hidratáltsága javult. A dekoltázsomon mindig volt a piros foltok. Most szinte alig lehet találni. Ez az eset, amit Tamás is mondott. A homlokráncáim szinte teljesen eltűntek. Családtagjaim is többször megjegyezték, hogy szebbnek, feszesebbnek tűnik a bőröm. És az utolsó
500-as felhasználó, a lányai megkérdezték, milyen anti-aging terméket használok. A legnagyobb visszaigazolás. És ezek az eredmények, amiket mutattunk, és ezek a tapasztalatok, ezek 4 hét után következtek be, 4 hét használat során. Köszönöm szépen. Remélem azért érthető volt, és hogyha vannak kérdések, akkor, és ha tudok, akkor szívesen válaszolok. Azért mentünk bele ennyire mélyen, hogy lássátok, hogy milyen tudományos háttér és technikai fejlesztések vannak mögötte. Az egyik technikai fejlesztés a lézer, ami a maga nemében teljesen egyedülálló a világon, ezt tudjuk. A másik technikai fejlesztés egy olyan bétaglükán előállítása, ami nem csak hogy vízoldékony, hanem hialuronsavhoz kötött, és be tud menni a bőr legmélyebb rétegeibe, és azt az információt viszi el a falu sejteknek és a Langerhans sejteknek, hogy sérült a bőr, azonnal kérem helyreállítani. Ez az információ. A harmadik aktuális csúcs technológiás fejlesztés a stabilizált oxigén, ami az utóbbi néhány évnek a fejlesztése. Ennek a háromnak a kombinációja elképesztően jól működik, mint ahogy láthattuk. Köszönöm a figyelmet!